November az oktatási intézményekben a nyílt napok időszaka. Ilyenkor a pályaválasztás előtt álló 7-es, 8-os osztályos tanulók betekintést nyerhetnek az intézmény életébe, és megismerkedhetnek az itt zajló oktatással és képzésekkel. A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium szeretettel várt minden érdeklődőt a nyílt napjára. Egy általános tájékoztatást hallgatnak meg a résztvevők, majd ezek után a helyszínekre vonulnak. A helyszíneken aktív foglalkoztató jellegű foglalkozások zajlanak, amiben természetesen a neve alapján is érthetően bekapcsolódnak, részesei lesznek az óráknak, és akkor saját kis bőrükön tapasztalhatják meg, hogy az adott szakma, vagy a gimnáziumi képzés az milyen módon valósul meg iskolánkban. Az intézményben gimnázium és technikumi képzésekre jelentkezhetnek az általános iskolás tanulók. A gimnáziumi képzés az általános kerettanterv szerint zajlik. Annál azért egy picikét több, hiszen belügyi rendészeti pályaorientációt választhatnak majd 11-ben a gyerekek, és ebből a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból érettségi vizsgát is tehetnek, tehát elvileg a vizsgatárgyak száma több az ő esetükben, mint egy általános gimnáziumban tanuló diák számára. Ugyanakkor a gimnazisták automatikusan bekapcsolódnak a Honvéd Kadét programba, és ezáltal kadétokká válnak, ami ugye azt jelenti, hogy honvédelmi alapismeretek nevű tantárgyat is tanulnak, amiből szintén közép- és emelszintű érettségi vizsgát tehetnek, amit majd a későbbi tanulmányaik során tudnak hasznosítani. A technikumi képzésben résztvevők érettségi bizonyítványt és szakmai oklevelet szereznek itt intézményünkben. Nyilván ez a képzés több rétű, tehát tovább is tart 5 éves képzés. Ők is bekapcsolódhatnak a kadét programra. Az ösztöndíj támogatás célja a tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének segítése, ösztönzése, tudásuk kibontakoztatása érdekében. A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulói is mindannyian jogosultságot szerezhetnek ösztöndíjra. Többféle ösztöndíj is van intézményünkben. A kadétoknak a kadét ösztöndíj, ami tanulmányi eredménytől függő összeget jelent a gyerekeknek. Ha 4,5-es átlagot elérik, akkor havonta 46.000 forintot kapnak. A technikumi képzésben résztvevők és kadétok a kadét ösztöndíjunk kívül szakmai ösztöndíjban is részesülnek. 9.-10. évfolyamon az alapképzésben mindenki egy ugyanolyan 8.000 forintos összeget kap, majd 11-től a szakmai képzésben szintén tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjra lesznek jogosultak, ott pedig, hogyha nem megy ki duális képzésbe és iskolánkban szerzi a gyakorlatot, akkor az 59.000 forint, tehát egy technikumi képzésben, szakmai képzésben résztvevő diák akár havi 105.000 forintot is tud gyűjtögetni. Az iskola tanulói országos versenyeken is kiválóan szerepelnek. A tavalyi évben 37 megmérettetésen vettek részt a diákok, melyeknek több mint a felén dobogós helyezés sikerült elérniük a tanulóknak. Ezek a versenyek, ezek szakmai versenyek, egyéb közismereti versenyek, sportversenyek, kadétversenyek. A mezőgazdasági gépész technikus tanulóink 3 olyan versenyen is dobogón szerepelhettek, konkrétan 1., 2., 3. helyet szereztek, ahol a továbbtanulásukban több lett 50 pontra jogosultak föl, és ezáltal nyilván szakirányú továbbtanulásuk az gördülékenyen ment, többnyire Gödöllőn vagy a Debrecen Egyetemen folytatják ők a tanulmányaikat, hiszen van több olyan tanítványunk is, aki a maximum 500 pontból 550-et szerez, mert már 50-et nem is tud érvényesíteni, hiszen emelt szintű érettségi, szakmai pontok, úgyhogy szerencsére jó a továbbtanulási arányunk is. Szűcs Judit hozzátette, hogy akinek esetleg nem célja bejutni a felsőoktatásba, az szakmát szerez, és technikusi képesítéssel akár középvezetőként be tud majd lépni a munkavilágába. A képeken jól látható, hogy szerencsére nagy volt az érdeklődés az intézmény nyílt napja iránt. A diákok és szüleik pedig tájékoztatást kaphattak az itt zajló képzésekről.